Az oroszországi tornára 32 ország válogatottja jutott ki. Európából összesen 14 nemzeti csapat mutathatja meg magát. Sikeresen vették a selejtezőket a horvátok is, akiket Kovács György, az UFC középpályása a torna megnyerésére is esélyesnek tart. Egyértelműen a horvátoknak, mivel félig meddig háromnegyed részt én is horvát vagyok, úgyhogy egyszerűen ideje lenne, hogy ők legyenek úgymond a meglepetés csapat, mert senki nem várja tőlük a jó pozitív szereplést, de remélem most már egyszer a négyig, ne talán döntőig eljutnak, az nekem is hatalmas öröm lesz. Bár Nagy Kanizsát és a moszkvai Luzsnyiki arénát több ezer kilométer választja el egymástól, a délzalai város sörözőiben is komoly forgalom növekedéssel számolnak a tulajdonosok. A világbajnokságot először legfontosabb három tévével várjuk, három óriás tévével várjuk. Bent egy terasz, meg még egy terasz ott a hátam mögött, szakértő közönséggel, meccs hangulat, tehát itt minden a VB-ről fog szólni, nem utolsó sorban hideg sörökkel. A világbajnokságot minden sportszerető ember követi, sokan azonban a családias hangulatú meccsnézésre esküsznek. Nagyon szeretem az ilyen eseményeket, ugye világversenyeket, illetve az Európa bajnokság, ugye két éve volt az EB, én nem mentem ki, nagyon sok ismerősöm, barátom kiment Franciaország, most se fogok kimenni a VB-re. Én valószínű, hogy a Balatonon van egy hétvégi ház, és ott úgy van kialakítva a kert, hogy ki lehet vinni a televíziót, úgyhogy én valószínű vagy egyedül, vagy barátokkal ott fogom nézni a mérkőzéseket. A mai nyitó mérkőzés után holnap három összecsapással folytatódik a torna. Már a második napon igazi rangadót láthatnak a drukkerek, hiszen Portugália legjobbjai a spanyolokkal mérik összetudásukat.